52 futó, köztük számos mezőkövesdi vett részt a szomolyai cseresznyevirágzás ünnepén április 13-án. A község önkormányzata és a Szomolya idegenforgalmáért egyesület által szervezett sport és szórakoztató rendezvényt Guci István polgármester és Szabó Attila, az idegenforgalmi egyesület elnökségi tagja nyitotta meg. A futók Jordán Marcsi és Zumba csapatának közreműködésével melegítettek be. A sportolók összesen 3 távon indulhattak, 28-an a 3,6 kilométeres, 8-an a 8 kilométeres, míg 16-an a 11,6 kilométeres távot választották. A program falutúrával és az eredményhirdetéssel folytatódott, majd a délután a zumba és tánc bemutatót, László Attila énekes fellépését és Mári jó szórakoztató műsorát követően bortúrával zárult.